Szeretettel köszöntök mindenkit, fizikailag jelenlévőket, éterileg jelenlévőket, és azokat is, akik majd a jelenlévők közül újra megnézik, mert érdekesnek ígérkezik az előadás, és azokat is, akik nem szimultán, nem velünk egy időben részesülnek, hanem majd később fogják megnézni. Ágoston atyának köszönöm, hogy vállalkozott erre a Jó című előadásra. Titok, ugye, királysír, mindegyiket lehet elemezni. Mi az, hogy titok, mi az, hogy sír, mi az, hogy király. Hát még ezt a hármat kombináljuk, akkor valami nagyon érdekes dolog fog kijönni belőle. Húha, a sírból, ja, persze, hogy mi jön ki a sírból, azt majd meglátjuk, de még a feltámadás előtt, hogy a Tihanyi király sírból mi jön ki. Annyian vagyunk, amennyien. Örülök mindenkinek, aki itt van, és örülök annak, hogy, ugye ezt a nagyvilágnak mondom, hogy viselik a maszkot, mert furcsa időket élünk, és előbb egyik orvos barátomtól hallottam, hogy még mindig vannak sokan, akik nem nagyon óhajtják tudomásul venni, hogy nem mesehez gyermek. Ha jól emlékszem, a naptáramban december 17-e szerepel, az egy rendkívüli, rendhagyó irodalomóra lesz, karácsonyos, hogy is mondják ezt az iskolások, Radulaci igazgató, segíts engem, hogy jelenléti oktatás? Igen. Lehet, hogy jelenléti előadás is lehet, megírjuk majd, de mindenképpen fogjuk azt is közvetíteni a Apátság YouTube csatornáján megtekinthető. A menetrendünk, Ágoston atya megtartja az előadást, utána szünet következik, a szünetben elfogy az a kevéske pogácsa, ami erre az alkalomra az asztalra kerül. Váltunk néhány szót, és elképzelhető, hogy le fogjuk kerekíteni az estét, mert éppen leszállóban van a köd, ha igaz, és örülök annak, hogy vannak itt Veszprémből, vannak Várpalotáról, vannak Tihanyból is természetesen. Hát utazni ködben én legalábbis nem szeretek. Annál rosszabb csak az, hogyha az út is le van fagyva, az még nincs. Ködben, tükörjégen, az nem kívánatos. Tehát Isten hozott mindenkit. Ágoston atya, előre köszönöm. Isten hozott téged is. Kérlek, tartsd meg az előadást. Mindjárt kimegyek a képből. Kedves Rihárd atya, kedves vendégek, köszönöm szépen a felkérést. Amit én mondok, az nem tőlem származik, semmiképpen se az én eredményeim, hanem a szakemberektől kértem el azokat a vetítéseket és anyagokat is, amiket én most megpróbálok elmondani. Egyrészt Takács Ágostontól, az ásatás vezető régésztől, aztán Mende Balázs Gusztáv paleoantropológustól, aki a csontoknak a vizsgálatát végzi, illetve Simon Annától, aki a falkutatást végezte. Itt ebben a teremben már június 14-én tartottunk sajtótájékoztatót ugyanezekről az eredményekről, illetve a múzeumok éjszakáján volt egy ilyen programunk meg augusztusban, tehát így ez a negyedik alkalom, hogy pontosan itt a látogatóközpontban érdeklődőknek, meg akkor az online térben is tudunk tájékoztatást adni a királysírnak a feltárásáról. A Tihanyi Bence és Apátság című YouTube csatornán eddig 5 kisfilm látható, ami április 30-ától követi a feltárást. Minden részletre, kérdésre ott választ lehet kapni. Tehát ez április 30-án történt itt a
királyi sírnak a felnyitása. A mostani tér, illetve hogy eddig megismerték, meg mindjárt ismertük, 1953 óta volt látható itt a Tihanyi apátságnak az altemplomában. 1953-ban történt utoljára egy gyors régészeti feltárás szeptemberben, itt a királyi kriptában. Az akkori időknek a szűkös anyagi viszonyai, meg a kevésbé fejlett technikai lehetőségei miatt ugye ez az ásatás nem adott mindenre kérdést, választ, de ugyanakkor az a tér, amit létrehoztak 1953-ban, az egy gyönyörű, szuper műemléki helyreállítási munka volt, tehát sokaknak a szívéhez nőtt így a Tihanyi altemplom, ahogy Lővei Pál műemléke szakember is megfogalmazta, aki szintén itt volt a királyi sírnak a felnyitásakor, kicsit fájt a szíve emiatt, de az idő halad, a kutatásnak pedig folytatódnia kell, hiszen mindjárt tudjuk, hogy az elmúlt években a 2010-es évek közepétől nagy erőkkel folyik a királyaink sírjai, temetkező helyi utáni nyomozás. Másrészt ez az egyik dolog, tehát az épületek utáni nyomozás zajlik, a másik meg a csontjaik, földi maradványaik utáni nyomozás. Mert az nem lehet, hogy elmegyünk Franciaországba, Németországba, ott a királyi temet, vagy Bécsbe. A királyi temetkezőek nagy becsben vannak tartva, a nemzeti identitásnak a szerves részét képezik ezeknek a meglátogatása. Mi meg nem tudunk sehová elmenni, egyszerűen a múlt teljes homályba és ködbe van. Na most ez a kezdeményezés 2014-ben indult, én legalábbis akkor írtam a első leveleket, hogy érdemes lenne itt a Tihanyi altemplomot is megkutatni. Akkoriban, akik vezető pozícióban voltak, vagy a műemlékes szakmában, vagy az általunk ismert régészek, bencés diákok meg, akik itt az apátságnak a segítői voltak, ezt élesen ellenezték, pont azért, mert nagyon szépen sikerült azért ez az 53-as helyreállítás. Mindazonáltal, hogy ezt elismerjük, az nem indok arra, hogy ne folytatódjanak a munkálatok. Végül 2020-ban vettük fel a kapcsolatot az Eötvös Loránd Kutatási Hálózattal, közismertebb nevén, tehát ez a Magyar Tudományos Akadémiáról leválasztott tudományos műhelyeknek a gyűjtőhelye. Ott is nagyon sok bencés diák dolgozik meg, nemzeti érzelmű emberek, jószívű, szuper világszínvonalú kutatók, és akkor eljutottunk oda, hogy az LKH kapott pénzt saját hálózaton belül a Tihanyi Király kriptának a feltárására, azzal a szándékkal, hogy ez csak az első lépés itt a Tihanyi félszigeten, hiszen itt van még a barátlakások, ugye a 11. század közepéről származó keleti típusú szerzetesi lakok, ott is lehetne régészeti feltárásokat végezni. Az óvár sem lezárt téma, még bár már sokat írtak róla, azon kívül éppen a Veszprémi Bazilikának a rekonstrukcióra zajlik, ott is lehetne még régészeti kutatást folytatni. És hogy miért van szükség ismételten újabb régészeti kutatásokra olyan terekbe, ahol esetleg már volt régészeti kutatás, egyetlen példát mondok. Amikor volt itt a királyi sírnak a felnyitása, kicsit később pedig az 53-as térnek az elbontása, mármint ennek a betonpadlónak a feltörése, utána ugye föltárult az Árpád-kori tér, és akkor lézerrel beszkennelték az egészet, de ezt az 53-as állapotot is, meg az új állapotot is, és ezt így egybe hologramba mondjuk valahol ki lehet vetíteni egy múzeumba, úgy ahogy van. Sőt, a sírkövet, amit itt tetszenek látni, 11. század közepi fehér márvány, mészkő, Balaton felvidéki kőzet, hogy egy sodrot nyelű kereszt van rajta, ezt az egészet is beszkennelték, tehát az interneten meg lehet nézni, van egy ilyen cím, és akkor teljesen részletgazdagon, így végtelenül föl lehet nagyítani. Tehát ilyen technikák állnak már rendelkezésünkre, és ez óriási dolog. Hát gyönyörű szertartás volt itt április 30-án, tetszenek látni a Várszegi Asztrik emeritus főapát urat, kértük meg, mégis ő történész, a rendünkön belül, meg történelemtudományokból doktorált, meg hát szépen is végzi a szertartásokat, és nem azzal a szándékkal kértük meg az Asztrik főapát urat, hogy most feltétlenül itt a király csontjai fognak előbukkanni most mindjárt a kő alatt, ahogy nem is így történt, hanem hát ha temetkező helyet felnyitunk, akkor az mindig imádsággal kell, hogy kezdődjön. Ha egy temetőt megbolygatunk, akkor is az elhunytakért imádkozunk, hiszen Isten előtt minden ember egyenlő, minden embernek kiár az üdvösségért, lelki üdvösségért való imádság. Módi Péter körrestaurátor
és kollégái emelték fel a sírkövet. Most a Mudi Péter éppen nincs rajta, de is egy országosan ismert ember, és hát nagyon finoman 10-15 percig eltartott, amíg megmozgatták ezt a sírkövet, tehát szépen lassan történt minden. Nagyon megható, megrázó, nem is tudom mit mondjak, hogy ilyen felkavaró volt ez a csönd, hogy mi fog előbukkanni. És akkor egy kicsit váltok, ugye ez a bevezető kép volt, de itt a YouTube csatornánkon a filmekben tetszenek látni itt a részleteket. Ja, és akkor igen, ezt is megmutatom azért, amiről az előbb beszéltem. Rendben van, igen. Pár képet még erről a szertartásról. Igen. No, ezt akartam megmutatni. Tehát itt az egész sírkövet így beszkennelték, tetszenek látni, talán a műszernek az egyik része a kamera. Jó. Na most a kicsit akkor menjünk át a bevezető után, ilyen immedias rész bevezető volt. Tehát Takács Ágostontól, az ásatás vezető régésztől kaptam ezt a prezentációt. Kicsit menjünk végig a Tihanyi apátságnak a történetén ismétlésként. Tehát ugye 1055-ben alapította első András király ezt a monostor temetkezőhelynek. Na most akkor az alapítás nem úgy történik manapság, hogy 1055-ben volt az alapkőletétel. Most úgy történik egy intézmény alapítása, megvannak az alapok, és akkor egy díszes fémhengerbe elhelyezik az alapítókiratot, amit sokan aláírnak, és utána indul az érdemi építkezés. A középkorban nem így volt, hanem a király trónra lépte után, tehát az 1040-es évek végén elindult az érdemi építkezés, és akkor 1055-ben minden elemével együtt készen állt a tihanyi románkori templom, tehát a főső templom, képzeljünk el egy ilyen jáki, lébényi, bélapátfalvi, vagy ilyen típusú templomok ugorjanak be, nem pont így nézett ki a tihanyi, de ez a stílus, meg egy külső, hátsó kriptaépület volt ugye a templom mögött, ez volt az általános szokás, és akkor 1055-ben készültem minden annyira, hogy az alapítólevél hátulján még ott vannak a liturgikus felszerelések is felsorolva. Tehát amikor kész volt minden, a király kiállította a tihanyi alapítólevet, amelyben első magyar szavaink találhatóak, 60 magyar szó és kifejezés. És akkor a következő, ugye 1526-ban a Mohácsi csata történt, 1530-as években az apátság az végvár alakult, tehát a szerzeteseknek akkor kellett mai tudomásunk szerint először elhagyni a kicsit kényszerből ezt a helyet, és akkor végvár alakították az apátságot. Hivatalosan 1701-ben szűnt meg a végvár. Ekkor a tihanyi apátság az altenburgi ausztriai bencés monostornak a kezelésébe került, hiszen úgy lehetett újra birtokosoknak hozzájutni a földjeikhez, jelen esetben mondjuk így a bencésrendnek, hogyha kifizették a úgynevezett fegyverváltságot, ez elég magas összeg volt a királyi udvarnak. És akkor 1719-ben került vissza Pannonhalmához, tehát a magyar bencésrendnek a központjához a tihanyi apátság. 1720 és 60 között épült újjá a templom ma ismert formájában. Közben néhány tűzvész is volt, mint azt jól tudjuk, és akkor igazából az érdemi építkezés, a most látható barokk templom 1719-ben indult be. Na most eredetileg a templom csak ugye a mai templomnak a közepéig tartott, ugyanis a templom alatt is van egy kripta, ugye tetszenek ismerni a szerzetesi kripta. A szokták kérdezni, hogy miért nem megy el a templom hátuljáig, csak ugye a középső oszloprendéket, hát eredetileg úgy tervezték a templomot, és akkor a bejáratnál lehetett volna lejönni, de aztán mégis nagyobbra sikeredett. Az apátság következő felújítása az 1889-90-ben volt, addig ilyen fehér meszelt falak voltak, tehát nem volt itt vidéken anyagi erő arra, hogy mindjárt a 18. században freskókkal is ékesítsék a templomot. A mellékoltárok nagy nehezen elkészültek, évtizedenként egy szép mellékoltár, de mint tudjuk, azok is fából készültek, nem márványból vannak. Tehát nagyon csodálkoznak, éppen tegnap volt itt egy csoport, megint megkopogtattam az oltárokat, hogy higgyék el, nem márványból vannak, nem úgy, mint Melk, meg Götvág, meg a dunamenti nagy bencés apátságoknak a templomai. Aztán a következő, ugye 1950-ben államosították a tihanyi apátságot, éppen 1950 novemberében kellett az utolsó bencésnek elhagynia. Hát nyilván ez kényszer volt, ezt azért mindig kell hangsúlyozni. Ugye most sikerült a királyszobát felújítani, tehát ahol IV. Károly király 100 évvel ezelőtt az utolsó magyarországi napjait töltötte. Most itt az volt a szerencse, azért látszik egy kis növényi ornamentika, meg sikerült helyreállítani, mert ott nem verték le a vakolatot, csak lemeszelték. Tehát ugye ez történt az 50-es években.
majd pedig 53-ban történt itt az altemplomnak a régészeti feltárása, és akkor 2021-ben hivatalosan ezt hitelesítő feltárásnak hívják, tehát nem valami teljesen új dologba fogtak bele, itt laikusoként ugye itt tudjuk ezt megérteni, hanem végül is az akkor régészeti feltárási napról végén föltett kérdések, vagy megválaszolatlan kérdések miatt tárták föl újra az altemplomot. Na most itt egy kép az 53-as feltárásról, László Gyula, mindjárt ismerjük, meg nagyemes és igen híres régészek voltak, tehát lementek a mészkő szikláig. Hát most bemegyünk az altemplomba, de itt is látható, ez egy óriási dolog, hogy valóban a tihanyi apátságot szilárd kősziklára építették. Ez a szilárd kőszikla, ez a Supra Firmam Petram, ez a Lécs Ágoston apátnak a festményen, egy apáti portréján szerepel. Ő volt így a tihanyi templomnak a barokkori újjáépítetője, és akkor érdekes, én is most szembesültem vele, hogy valóban igaza volt, hogy egy szilárd kő, biztos ő is látta a 18. században, akkor is volt ilyen átépítés, felújítás, újjáépítés, hogy a mészkő sziklára építették rá a vörös homokkő oszlopokat, meg falakat, ugyanis az vörös homokkő. Na most kevésbé látszik, hogy vörös homokkövekből vannak az oszlopok, csak azért, mert amikor föltörték a betonpadot, jó, beporosodtak az oszlopok, de majd ezek le lesznek tisztítva, és akkor még pirosabb lesz egy kicsit a fal. Én el szoktam követni azt a hibát, mert mondták múzeumos kollégákat, nem szabad mondani a látogatóknak, hogy nyúljanak hozzá bátran a műtárgyakhoz, az oszlopokhoz. De hát tudják, ugyanakkor nagyon fontos az élmény alapú megközelítés, tehát én gyerekcsoportoknak szoktam mondani, nyúljanak hozzá a falakhoz, a 11. század az államalapítás korával találkozunk itt a tihanyi templomba, és ez nagyon fontos dolog, sokan elérzékenyülnek ezen. Úgyhogy én folytatni fogom ezt a gyakorlatot. Az oszlopokon egyébként igen vastag zsírréteg van. Tehát azért, mert mindenki megtapogatja. Úgyhogy most egy kicsit le lesz tisztítva, kicsit jobb lesz. Na és akkor mit találtak most? Hát előbukkant egy ilyen felirat, tehát ez lent volt a sziklán rajta, hogy 1953, ugye akkor ott hát garázdálkodtak a régészek, meg ugye a segédmunkások egy kicsit hagytak egy kis emléket, és akkor találtak még egy sörös üveget is. Tetszenek látni, ott van az a piros tábla, és attól balra van egy sörös üveg. Ezt június 14-én törtük fel itt, és egy papír volt benne, az látszott, tehát ez 53-ba helyezték el, de nem annyira szétfoszlott a papír, valószínűleg egy akkori újság darab volt, tehát én azt tudtam kivenni, vagy itt közel jöttünk. Hát a sajtó persze, vagy a sajtótájékoztató volt, erre vártak mindenkit, 10 fényképezőgéppel idejöttek, hogy mi lesz benne, nem valami nagy magasztos üzenet volt. De hát akkor ez volt. Azon kívül itt pénzeket is találtak, ezeket is 53-ba helyezték el, tehát itt az akkori munkások. Lesz jobb is, elnézés, hogy lesz azért érdekesebb dolog is, de ez is itt a titkok közé tartozik. Na most az 1889-90-es felújításról is említést tettem, aki esetleg járt itt 1953 előtt, vagy akkori képeslapja van otthon, vagy az interneten találkozott ezzel, az egy olyan típusú teret látott, tehát 1889-1953, mint most a Pannonhalmi Bazilikának az altemploma. Tehát egy ilyen gazdagon kifestett teret, ugye egy színbe föl van töltve a padló, az eredeti oszlopok se, tehát ezek a vörös homok oszlopok se látszottak, vagy az anyaga maga nyersességében. Akkor 1889-ben a középkorról alkotott kép, vagy ideális elképzelés az így nézett ki, tehát aszerint alakították át itt az altemplomot. Jó, tehát mondjam, a mostani Pannonhalmi altemplom jusson eszükbe, és akkor ennek a vakolatnak, tehát ami 53-ban le lett verve, itt vannak a darabja. Egyébként nem csak két darab, több ládányi, ilyen színes, növényi ornamentikás vakolat töredék került elő. Úgyhogy valamennyit megőriztünk belőle, de egy része az a szemetesbe ment, mert értéket nem képvisel, de hát azért megőriztük, maradjon meg, vagy esetleg kiállításba jó lesz később. Mit találtak akkor még itt a földben? Találtak egy apáti mellkeresztet, ez azóta le lett tisztítva, de az a lényeg, az az érdekesség, 18. századi ez a kereszt, hogy latin, görög és héber betűkkel van rajta az indri felirat, tehát ami a kereszte rajta. Én olyat még nem láttam itt a mi kultúránkból, hogy latinul rajta van, vagy latin feliratok, de görögül is, héberül is. Szóval ez egy nagy művészi érték, hogy mondjam, vidéki művészet, de hát megtalálták, tehát temettek ide a 18. század végig bencés szerzeteseket is. Szóval azért mondom ezt, azért hangsúlyozom, mert sokan azt gondolják, hogy csak
a 11. századi temetkezés van itt az altemplomban, de majd mindjárt csontokról is kicsit később. Találtak itt 18. századi pénzt, aztán gyűszüket is, le lett tisztítva, ez rendes gyűszű, miután letisztították, én föl is húztam az ujjamra, nem tudom megkülönböztetni a nagymamám gyűszűjétől. Tehát ugyanúgy nézett ki, ugyanúgy készítették, semmi régiességet nem fedeztem fel rajta, de hát a szakemberek mondták, hogy 16-17. Századi kis használati tárgya. Azon kívül, ami érdekes, ugye a 15. század elejé luxemburgi Zsigmond király korabeli pénzt is találtak többet is. Ezek majd remélem jövőre itt ki lesznek állítva Tihanyba, és meg Budapesten is esetleg a Nemzeti Múzeumban találkozhatnak vele. Olyan sok mindent nem találtak, meg rengeteg koporsószöget, tehát koporsóba temetkeztek ide, abból rengeteg volt. Rózsafüzér darab, aztán egyházi ruhák darabjai, vagy más ilyen szövet darabokat is találtak. Na most, ami érdekes, ez a terrazzó padló. Nem tudom, mennyire látszik itt az én monitoromon, látszik itt az oszlop mellett a pirosassága, tehát itt én látom, jó piros itt a padló, így nézett ki a 11. században, tehát a mészkőt azt így piros téglapóral vagy valami festékkel bekenték. Valami ilyesmi módon szeretnénk helyreállítani majd, de majd az csak 2022 végére lesz, tehát nem lesz első. Közeledett. Egyébként az, hogy nagyon erős volt a francia egyházi hatás, az akkori liturgikus irodalomban is megmutatkozik. Na jó, szóval egy ennyi szép zarándokkel volt, úgyhogy ennyire azért nem lesz helyreállítva, de majd valami lesz. Igen, na most még egy érdekes dolog, amit az előbb már nem emelt ki a régész, hiszen ez a falkutatás tárgyát képezi. Most ilyen keresztboltozatot tetszenek látni, ez most is megmaradt itt, de nem lett leverve. Eredetileg domboltozat volt itt, tehát hogyha most itt neki mennének oda és csákányra, de nem fognak, akkor egy domba boltozatot is lehetne képezni. Ez volt így az Árpád korban, de azért nem lesz ilyen erőszakosan vagy egy ilyen mereven helyreállítva, hiszen azért akkor később évszázadoknak az örökségét is természetesen meg kell őrizni, meg az 53-as magaszínvonal elvégzett különböző helyreállításnak az örökségét is, meg okos ötleteit meg kell őrizni. Itt látszik a domba boltozat. Igen, hogyha az 53-as fotó. Na most még egy érdekes dolgot kiemelem. Ez az altemplomnak a hátsó fala, tehát hogy mondjam, ha bemegyünk a templomba, tetszenek látni, most képzeljük el a lépcsőt magunk előtt. Most a lépcsőn, ha benéznénk, lenne ott egy ablak, akkor itt néznénk ki, tehát ez akkor az altemplomnak ez a nyugati fala. Na most hogy volt akkoriban, tehát ez egy külső kripta épület volt, és akkor az oltár, a románkori templomnak az oltára most így a padok előtt volt, tehát nem volt ilyen megemelt, meg akár egy ilyen szentély a kripta fölött. Viszont az oltár mögött volt egy betekintő nyílás, ugyanígy látjuk Franciaországban, tehát az a lényeg nem azért, hogy kukucskáltak a mise alatt, hanem az volt a lényeg, hogy az eltemetett szenttel, uralkodóval, lelki meg valós kapcsolatban vannak a liturgikus szertartás alatt. Tehát, hogy kicsit igen, a pap is meg a hívek is közeledettek, rá lehetett látni a királyiségre. Tehát ez egy bevett szokás volt az akkoriban. Na most hát ezt nem tudjuk helyreállítani, mert nem lehet a lépcsőben betekintő nyílást nyitni, de majd a helyreállítás után is azért valamiképpen diszkréten jelölve lesz ennek a helye. Illetve most már van ilyen virtuális valóságszemüvegünk, éppen tegnap volt egy csoport, föl is próbálták. Tavaly készült egy ilyen elképzelés, hogy nézhetett ki a 11. században az altemplom, de majd javítani kell, mert a mostani régészeti feltárás alatt és azért újabb meglátások születtek, és akkor ebben majd bele kell nézni. Ha majd elmúlik a Covid, szóval sokan lesznek itt a tetőtéri estében, akkor körbeadjuk ezeket a virtuális szemüveget, csak le kell ülni hozzá, mert elszívül az ember. Úgyhogy egyébként itt az altemplomban maradt meg középkori vakolat töredék egy kicsit, és ilyen vöröses alapszíne volt, vagy ilyen pirosos alapszíne volt az egész királyi kriptának, szintén ez is egy nyugat-európai sablont követ. A falakon oldalt pedig bibliai jelenetek voltak, Ó és Új Szövetség, a mennyezeten általában Pantokrator és Szűz Mária, aki egy kicsit kíváncsi erre a korszakra felmenőre menjen el, olvasával a királynak a első temetkezési helyét érdemes megnézni, és akkor kicsit képet alkothatunk arra, hogy hogyan nézett ki az 1050-es, 60-as években a Tihanyi királyi kripta. Jó, igen, rendben van. Igen, vannak részletek. Jó, akkor most jön, amit mindenki vár, meg gondolom, mint a csontokra kíváncsi, de jól is teszünk meg. Jó, igen, bocsánat, majd mondok akkor érdekeseket.
küldte szeretettel önöknek, mert most, hogy ki van eltemetve, mert több szakember dolgozott, bocsánat, azért van is így darabokban vetítés, mert nem a saját eredmények, tehát én csak ismertettem itt a kutatóknak az eredményeit. Mende Balázs Gusztáv, tehát a 5-ös órán kutatási hálózatnál dolgozik, de mind éppen most külön választották ezt az Archeogenomikai Intézetet. Ugye a Magyarságkutató Intézetről sokat hallunk, ők is nagyon sok király is érnek a kutatásán dolgoznak, de nem csak ez az intézet dolgozik, ezen kívül az két egyetem is, a Pázmány, meg az ELTE és meg az ELKA. Tehát elég sok király is érnek, hogy állhatja, most mindegyiket meg szeretnénk találni, tehát jutunk a mindenkinek. Mert ugye közben dolgoznak az Urál-hegységnek a keleti oldalán, Belső Ázsiában, Moldovai Köztársaságban, szóval itt a honfoglaló magyarság, meg kalandozások korát kutatják meg a magyarság eredetét, úgyhogy majd erről is ejtek egy szót, mert nagyobb új dolgot nem találtak egyéb hátszert, szóval na, ez már a végén meglepetésként. A Első András király biztos, hogy itt van eltemetve, csak itt mutatom, hogy mégis azért ugye, hogy hova helyezzük őt, tehát az Árpádháznak a Vazulágából származik, ez a lényeg. Talán ismerjük ezt a Vazulágot, egy kicsit is félre lett tolva Szent István király korában. Aztán újra fölemelkedtek, tehát 1406-ban hívták őt haza Kijevből, meg a testvérét Bélát, illetve Leventét. És akkor aki még itt el van temetve, az Dávid Dux, Dávid herceg, tehát Első András királynak volt a fia, és valószínűleg ennek a monostornak az apátja lehetett. Ezt onnan tudjuk, hogy van egy oklevele neki, amiben a Tihanyi apátságnak birtokokat, meg javakat adományoz, és úgy kezdődik az oklevél, hogy Venerabile Dávid Dux, tehát tisztelendő Dávid Dux, ez a monostorok előjára, hogy papoknak volt ez a Venerabile, ez a tisztelendő cím, ugyanakkor nem fő tisztelendő, vagy egyéb nem magasabb egyházi rangot jelöl, tehát valószínűleg itt Tihanyban volt apát, és 1990-es években hunyt el. Hát két embernek a nyomait keresték igazából, tehát a többiekét is, csak azért az érdeklődés középpontjában. Na most a Első András király temetkezéséről a Pozsonyi Krónika, a Kédles Krónika és a Gesta Hungarum igazából ezek a források és ezeken kívül az összes többi forrás egyöntetileg úgy nyilatkozik, hogy el lett helyezve Tihanyban a Balaton tónál az ő fiával, Dáviddal együtt, ez van a Pozsonyi Krónikában, aztán a Képes Krónikában, hogy el lett temetve pedig Szent Ányos hitvallónak a monostorában, amelyet ugyanazon király építetett Tihanyban, a Balaton tónál. Most így szerepel a forrásokban, ez egyértelmű, semmilyen más forrás nincs, ami egyáltalán még a végének a kilakában, ami kétel felmerül, hogy ne Tihanyban temették volna Első András királyt vagy Dávid Luxot. Na és akkor felülnézetből, hogyha elveszünk a sírkövet, emlékeznek, azzal kezdtem, hogy a sírkövet elmozgatták, akkor ez a látvány tárult a közönség elé, tehát három falába. Nem ezt várták, próbáltuk úgy mondani, hogy 53-ban alakították ki ezt a sírhelyet, és ki van betonozva, tehát nem azt kellett várni, hogy egy ilyen 1060-as sír így kinyílik, és akkor valakinek a csontvázai egyben ott van, ezt hangsúlyoztuk is idegenvezetésekben, és mindig mondtuk, hogy 53-as a tér. Na most három láda. Most először ugye hát voltak, csontok voltak ezek a ládákban, igazából úgy tűnt, hogy össze-vissza, tehát nem úgy van, hogy egy-egy csontváz, ez nem három csontváz van ebben a ládában, körülbelül 12 embernek a földi maradványai találhatók ezekben a ládákban. Na most a csontanyagot először ugye meg kellett tisztítani, aztán morfológiailag megvizsgálta az antropológus magyarul, elvitték ebbe az Archeogenomikai Intézetbe, letisztították, szétválogatták, ilyen UV-fénybe is tisztították, ugye, és akkor meg kellett állapítani, hogy hány ember temettek el, milyen neműek voltak, körülbelül milyen korcsoporthoz tartoztak, esetleg milyen betegségük volt, mozgásszervén, amit itt meg lehet állapítani. Na most az egyik ládában külön voltak csontok. Igen, ezek a csontok, ezek az érdekesek, tehát ezek egyetlen ládában, még pedig a kettes ládában voltak így egybe rakva. Ezeknek a patinásodása, az antropológus tudja, hogy ami lehet, hogy így elsőre nem látjuk, tehát ezek középkori csontok, tehát nagyon régi temetkezéshez tartoznak ezek a csontok, ennyit lehetett így szemre vételezés alapján megállapítani. Ezekről írta László Gyula 1953-ban, hogy a déli hajó végében lévő, tehát nem is középen, hanem a déli hajóban, tehát az apátság fölöli oldalon, déli hajó végében lévő sziklába faragott és kőlapokkal kirakott és fedett, másodlagosan megkisebbített koporsóban,
tehát ilyen vörös homok lapok között, a többi eddig mutatkozó csontoktól patinásodásban erősen eltérő koponya és hosszú csont anyagot találtunk, és ezt helyezték akkor középre, egy ilyen beton sírba, illetve más maradványokat, amelyek 11. és 18. századi temetkezésekhez tartoznak. Tehát összesen 12 ember. Most azóta kiderült, tehát ezek 5 emberhez tartoznak. Tehát 5 ember itt el van temetve a középkorból. Na most a Bél Mátyás, ugye, ő meg a munkatársai elkészítették egész Magyarországnak a leírását a 18. századnak a elején, közepén. Ő arról számol, hogy a templom közelében megvan az a kis kápolna, amelyben András királynak lábszárait ma is mutogatják. E lábszárából, mintha csontdaganatok dudorodnának ki. Azt állítják ugyanis, hogy András király, akit közönségesen köztvényesnek neveztek, ideg és lábfájdalmakban szenvedett, életét a Bakony erdőségeiben fejezte be, és ebben a Szent Ámosnak szentelt és tőle 1055-ben alapított apátságban temették el. Tehát Bél Mátyásnál is, meg másoknál is szó van ilyen csontokról, amiket már mutogattak akkor a 18. század eleje óta. Valószínűleg ezek a csontok voltak azok, akik be van kérve, ez egy ismeretlen anyaggal, tehát ez nem a csontnak a természetes színe, tehát mintha valami védőréteg lenne rajta, mintha egy múzeumba szánták volna, vagy kiállításra szánták volna. Na most a csontoknak a vizsgálata. Na most először úgy történik a vizsgálat, hogy nem mindjárt ez a genetikai vizsgálat következik, először a korát kell megállapítani, akkor melyik évszázadból, vagy melyik évtizedből származnak ezek a csontok, tehát a szénizotópos kor meghatározás az első lépés. Ha aztán a szénizotópos kor meghatározás alapján megkutatott csontok között vannak 11-12. századok, akkor következhet a DNS vizsgálat. És hogyha nincsenek a csontok között a C14 szénizotópos vizsgálat alapján középkoriak, akkor nem tartozik királyi temetkezés, nem tartoznak a maradványok királyi temetkezéshez. Biztatóak az első eredmények, illetve egyébként megvannak a végleges eredmények itt a szénizotópos vizsgálattal kapcsolatban, tehát 11. század közepi temetkezéshez tartoznak 5 embernek a maradványai, ezek a csontok. Ezt majd megfelelő tárolásban szerintem nekem kell elmondani nyilván szakembereknek, illetve az, hogy ezt hol, hogyan kikutatták ki, meg hogy jutottak erre az eredményre. Ezek hamarosan publikálva lesznek, és akkor innen esetleg folytatódhat a további kutatás. Most az az érdekes, hogy mielőtt fölnyitottuk a királyiség, senki nem gondolta volna, hogy egyáltalán középkori csontok lesznek. Volt, aki ezt írásba adta, hogy tehát annyiszor megbolygatták valószínűleg ezt a szent helyet, ezt a temetkezőt, hogy lehetetlenség lesz ilyen csontokra bukkanni, és akkor csodálva határos módon nagy valószínűsége, vagy biztosan 11. század közepi temetkezéshez tartozó csontok, emberi maradványok vannak itt. Na most azért mi keresztények nem vagyunk ilyen csontimádóak, az eredetéket sem azért áruljuk, meg tiszteljük, mert azok, nem tudom, ilyen mennyei ereje lenne, tehát ez emlékeztet minket az illető szentre vagy királyra, de önmagában az, hogy ez a tér így megmaradt a 11. századból. Meg a Tihanyi apátság templomának jelentős részei, vagy a falak és egyébek alapok megmaradtak a Magyar Királyság kezdetén, az államalapítás korából, ez önmagában óriási dolog. Meg hogy a vörös homok jószobokat így meg lehet fogni. Hiszen az Árpád korból még akkor van a feldebrői, királytemetkezel meg a Tihanyi, ennyi. Tehát ugye a székesfehérvári Szűz Mária prépostsági templom, sok királynak a temetkező helye sem maradt meg, Tihanyban meg el lehet jönni, feldebrőre megnézni, ez is óriási dolog. Úgyhogy hamarosan jönnek majd a további eredmények. Érdemes majd most az előadás után, vagy amikor erre tetszenek járni, akik itt élőben itt vannak, vagy online követték az előadást, tényleg bemenni az ásatási területre, egy acéljártán el lehet sétálni a sírok fölött, tehát ott látunk több sírt, ami a mészkősziklában bevág, a középső sír előtt megállni. Most az a kép, amit mutattam, hogy ugye látszott a sírbőről, csak jelen esetben statikai okok miatt ilyen falécekkel ki van támasztva, de olyan szépen nem látható, mint közvetlen a feltárás után. De azért nyugodtan le lehet fényképezni. Most van, aki azt mondta, hogy nagyobb durranást vár, tehát most nem tudom, mit vár, de hát egy sziklába
itt a Tihany-szigeten itt temették el a királyt. Most ez én Árpád-kori viszonyok között egy óriási dolog, hogy akkor Székesfehérvár, Esztergom, vagy ez a Medium Regni a királyi székhely, és ezt a szigetet megtalálta egy András király, neki meg itt lesz a temetkezőre, jóval magasabb volt a Balaton vízszintje, nem is volt félsziget teljesen. Sziget volt, biztos akkor is felfedezték az egy gyönyörű kilátást, ott a, meg valahogy a környéknek a varázsát, tehát ez is egy óriási dolog, hogy ez így megmaradt. Jó, egyelőre ennyit köszönöm, és akkor kérdéseket várok most, ha szabad, akkor most válaszolni rá, hogy hallja mindenki, akik esetleg az online térben is vannak, mindenféle kérdést föl lehet tenni, mert lehet, hogy nem minden mondtam el, és akkor kimaradt valami. Tessék parancsolni, hozzászólni, kérdezni. Kiállóba. Így látom. Még eszembe jutott valami, ha nincs kérdés, mert a, úgy mondtuk korábban, meg a szakirodalom és az idegenvezető kis turisztikai kiadványokban is így szerepelt, hogy Anasztázia királynét pedig nem itt temették el, hanem Admontba esetleg, vagy van, ahol Altenburg volt, nem, ez nem igaz, tehát ez egy tévedés, majd ez javítva lesz a szakemberek, tehát a történeti érvek alapján, valószínűleg őt is itt temették el természetesen a királlyal együtt. Csak mondom, várható egy ilyen bejelentés, és ez kellőképpen meg lesz indokolva. No, úgyhogy ezt valaki elkezdte egyszer híresztelni, úgyhogy ez is javítva lesz. Várjunk csak, bocsánat, ugye a nagyvilág is hatalma. Ki a kérdezőt? Igen. Van reális esély, hogy András király csontjait azonosítsák így az előzetes kószahírek alapján? Tehát az, hogy ezek a csontok 11. század közepéig, azt világosan lehet azonosítani, tehát, sőt azt is most már nagyon pontos, hogy melyik évtizedben temették el. Az, hogy többet meg lehetett, meg az, hogy férfi 60 év körül, az meg az antropológus eleve megállapította. A DNS-nek a minőségétől, a kinyerhető DNS minőségétől, egyáltalán meglététől függ, hogy további kutatások lehetségesek-e. Ez nem olyan egyszerű kérdés, mert én is azt hittem, hogy hiszednek egy darabot, beteszik valami gépbe, aztán kijön, nem így működik, úgyhogy eleve hosszú hónapokig tart, és nagyon nehéz élő DNS-hez jutni. Úgyhogy főleg, ha esetleg egy ideig fölőben volt, vagy vízes körülmények között, de már ez is biztató, ezek az eredmények, mert se gondol senki. Nem ezzel kapcsolatban, hanem amit Ágos úr aki az elején mondott, hogy nem a magyar művelődés történet az európai szintű és semmivel sem alacsonyabb rendű, mint ahogy ugye hosszú ideig ezt eléggé még történelem szakon a 70-es években is ez elhangzott. És na, ehhez kapcsolódnék, hogy valamikor a 90-es évek elején a Budapesti Történeti Múzeumban szintén egy régész művészet történész Tóth Sándor rendezett egy masszabású kiállítást Pannonia Régia címen. És ez az egész kiállítás, ez több terven keresztül vonult föl egészen a Mohácsi csatavesztésig. És az bizonyította a kiállítás, és a katalógus, egy nagyon szép katalógust is kiadtak hozzá kitűnő tanulmányokkal, hogy teljesen egyenlangú, nem lehetett megállapítani, hogy magyar vagy itáliai szobrászművész készítette azt az alkotást. És Prokop Máriával volt, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt egy nagyon jó beszélgetés a televízió kulturális csatornáján az Ötösön, és hát ezt mondta el Prokop Mária konkrétan példákat felhozva, hogy semmi, sőt bizonyos dolgokat tőlünk vett át Nyugat-Európa. Most ehhez én a protestáns egyház művészetből szeretnék egy példát hozni, hogy a magyar unihímzés egyedülálló Európában, és ezt a magyaroktól vették át mindenhol, ahol ezt alkalmazzák. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Tessék, tessék parancsolni. Akkor kíváncsian várjuk a folytatást. Arra nem sok reményünk van, hogy András király koponya csontjai alapján egy arcot restaurálnak. Volt egy koponya is, már kiderül, hogy kié. Egy kicsit még várni kell, jó? Úgyhogy Győrbe készült ilyen a Szent László koponya csomból ilyen rekonstrukció. Úgyhogy hát ha, még nem zártam le ezt, még egy pár hónapot, ha várnak, de még ebben az évben szerintem ki fog derülni sok dolog, és nagy dolog lesz az, úgyhogy... Addig is kíváncsian várjuk, és nagyon szépen köszönjük. Én is még szeretnék köszönetet mondani, mert sokan hallják, remélem, hogy a Marot Miklós professzor úrnak, mert Szlovák Kornél professzor úrnak, ők bencés diákok voltak, valamára jártak. A Marot Miklós professzor az LKH vezetője, a Szlovák Kornél professzor úr ott is ilyen vezető pozícióban van, meg az ő munkatársainak, mert gyors, szuper és alapos munkát végeztek, ők és a szakemberek. Könnyen lehetett velük együtt dolgozni, és tiszteletbe tartották a helynek a szentségét. Ez egy nagyon fontos dolog ma a fiatal régészektől, meg általában ilyen fiatal felnőttektől is, hogy nem így neki, hanem átérezték ennek a történelmi nemzeti vallási jelentőségét. Úgyhogy remélem folytatódik így az együttműködés. Ott voltam a sír felnyitásánál, és néha benéztem a régészek munkájára. Lehet mondani, hogy áhítattal végezték a legegyszerűbbnek tűnő, vagy hétköznapi tevékenységet is. Megadták a helynek azt a tiszteletet, ami jár neki. És ez egy külön téma lehet, mi az, hogy géniusz volt egy helynek a kisugárzása. Egészen biztos. Nem akármiért épült itt a manastor. Épp a közelmúltban olvastam egy nagyon izgalmas tanulmányt, hogy hogyan hat a hely az emberre. Ugyanakkor azt a helyet belakó emberek hogyan hatnak arra a geológiai képződményre. Tehát nagyon izgalmas összefüggés van. Hát része vagyunk egy nagy világ egyetemnek. Ágoston Atya, nagyon szépen köszönjük neked is, és mindazoknak, akik rendelkezésre bocsátották ezt a nagyszerű anyagot. Akkor az első részt befejezzük. Köszönjük szépen az interneten bennünk lévőknek, hogy követtek bennünket. Fogácsára sajnos nem tudjuk meghívni őket, de remélem majd lesz rá alkalom, hogy élő fogácsát élőben jelenlétjük. Most tényleg kérem a kedves vendégeket, hogy fáradjon ki a megfelelő távolságtartással a maszkot. A pogácsához esélyt, és nem maradjon meg a pogácsa, inkább vigyék a útra, mert különben decemberben azt tettük.